Előhagytuk a konyhában a rizses húst, kutyánk pedig megette, amikor nem figyeltünk és nagyon túlette magát. Kellene neki beadnom valamit, mikor kapjon legközelebb enni és mennyit? A kutyának a gyomra rendkívül tágulékony. A rizses hús önmagában egy normális koszta kutyának meg fogja tudni emészteni, tehát ezzel különösebb probléma nincs. Akkor van vele gond, hogyha ez egy olyan nagy testű kutya, aki kifejezetten mély melkasú, és ez valóban egy nagyon nagy mennyiségű rizses hús volt, akkor kitágulva a gyomor, ilyenkor szomjúság is rátör a kutyára, és hogyha nagy mennyiségű vizet is ráiszik, még akár több litert, ezek mind összeállva, a rizs felszívja egy kicsit a vizet, megduzzad, és összeállva a gyomorban egy nagyon nagy gyomorbennéket hoznak létre, amelyek hascsikorást okoznak a kutyának, a heven gyomor kitágulás hascsikorást okoz. A hascsikorásból az következik, hogy a kutya elkezd hemperegni a földön, és ilyen módon akár eljöhet az a pillanat is, amikor ez a gyomor a felfüggesztésénél fogva megcsavarodik. A gyomorcsavarodás az halálos betegség, hogyha nincs megfelelő időben kezelve, tehát ilyenkor, amikor látjuk, hogy a kutya ilyet tekintetű, szétvetett lábakkal áll, nyázik, és puffad a hasa, és tudjuk a kórelőzményt, hogy nagy mennyiségű ételt vett föl, amire ráívott, és utána hemperget is akár, akkor mindenképpen azonnal forduljunk az első állatorvoshoz, akit elérünk, nem pedig a mi kedvenc állatorvosunk az, aki 200 kilométerre van, mert esetleg nem érünk oda. Tehát a legelső állatorvoshoz kell ilyenkor fordulni, aki elérhető és aki képes ellátást biztosítani, mert ez veszélyes helyzetet hozhat létre. Normális körülmények között, hogy ez nem volt egy extra mennyiségű eleség, amiről itt most beszélünk, akkor ez szép lassan meg fog emésztődni, a kutya nyilván most rendkívül jól lakott, ebből az következik, hogy nem fog nagyon erősen akarni mozogni, elfekszik, nagyot alszik, szép lassan megemészti, és nagyjából egy 12-24 óra belül ethető újra.